Kedves kollégák, kedves diákok! Elérkezett a 2020 karácsonyi ünnepség időpontja. Ezt az ünnepséget rendhagyó módon szintén virtuálisan készítették el a kollégák. Én csak annyit most külön szeretnék köszönetet mondani a 12 eszélyosztály tanulóinak, akik ugye már végzősök, hogy vállalták ezt, hogy ők ezt a műsort most elkészítik önállóan. Ez az év rendkívül rendhagyó volt, sok-sok minden változott, az oktatásunk kétszer is digitálisra váltott, a hagyományos oktatásra képest, mégis az iskolai élet nem állt meg. Tettük a dolgunkat, igyekeztünk azt elérni, hogy akárhogyan is alakul ez a vírus helyzet Magyarországon, a Magyar Gyula iskola él, virul, a képzéseket folytatja. Egy nagyon-nagyon nehéz, de szép időszakot zárhatunk le, hiszen aki a Magyar Gyulába jár, még mindig úgy érezheti, hogy igen, jó ennek az iskolának a tagja lenni. Nagy szeretettel ajánlom figyelmetekbe ezt a karácsonyi ünnepi műsort, videót, kérlek minél többen tekintsétek meg. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Sík Sándor, a napkeleti bölcsek, a ma csillag után. A holcsugaras hideg éjszakában, mint egy fehérlő csendes álom, úgy vonult el a komoly karaván, és elölment a három. A sziklás föld mogorván és kopáron feküdt el lábaik alatt. Méltóságos sora a száz tevének, a harmaton halkan haladt. És mintha fehér árnyak lengenének, úgy vonult végig a fehér sereg. A völgyön, ahol nem nőttek virágok, és a városon, ahol az emberek nem virrasztottak és nem énekeltek. És ahol nem látta őket senki sem. És így suhant el csendesen, életre élet vágy a napkeletnek, az évezredes éjszakán, a ma csillag után. Pilinszky János, a fényességes angyal is. Az égbolt elsötétedett, akár a végítélet zord fellege tört volna ránk. A föld is oly sötét lett, gyermek szívünk is oly nehéz, a házak és a kertek, az egész törékeny világ éreztük velünk reszket. Aztán roppant csöndön át, puhán és észrevétlen, a hangtalan meginduló, s puha hóesésben, akár a fényes pelyhek is vigyázva földet értek. A fényességes angyal is a földre lépett. Kosztolányi Dezső, ajándék. Aranyvirágot, vörös ördögöt és ezüst cukorkát veszek egy 5 éves kislánynak. A cukrászdában, ahol ezen az ünnepen szorongok, velem együtt, az egész tömeg várakozik. Miniszteri tanácsos és kis Pestonka grófné és Vargainas egymás mellett. Mindegyik vásárolni akar, s adni, adni. Nézegetem őket. Feltűnik, hogy milyen áhítatosak, boldogok valamennyien. Mintha az a szándék, hogy visznek valamit valakinek, már is kielégítette volna őket. Nem türelmetlenkednek, nem talakszanak. Szemükben előre az ünnep lángja tűnődik föl, s az öröm vízfénye. Belefeledkeznek az ácsorgásba, senki se siet. Ott állnak a pogány keresztény emlékek között, s szemlélik az évezredek során elcsenevészedett és megszelidült jelképeket, a kegyesen bearanyozott veszőalábokat, a pokolvörös hártyapapírba csomagolt édességeket, amelyek még a germán hitregéből maradtak itt, s földi létük legnagyobb kérdéseire emlékeztetnek bennünket a bűnre és a bűnhődésre, az erényre és a jutalomra. Tűnődve válogatnak közülük, gondolatban szeretnék elvinni az egész cukrászdát kedveseinek. Ez a megindult és csöndes embercsoport egy másik embercsoportot idéz eszembe. Az estei ruhás hölgyeket és frakkos urakat, akik előkelő kerti ünnepélyek tortákkal, pástétomokkal rakott asztalait rohamozzák meg, hogy minél előbb érkezzenek oda, mert ezek nem adni akarnak, hanem kapni. Kapni. Vajon melyik a nagyobb boldogság? Az ősembert úgy képzeljük el, hogy ragadozó volt. Csak a birtoklásában találta meg barbár örömét.
De ez nyilván tévedés. Ma is ismerjük a vadnépeket, melyek hajlam, műveltség, lelki akarat tekintetében egy szinten mozognak a hajdani ősemberrel. Ezek pedig nem ilyenek. A kutatók, akik nálunk jártak, azt vallják, hogy egyik legnagyobb, mindennapi szenvedélyük az ajándékozás. Így például a pápuák csak azért termesztik a burgonyájukat, hogy odaadják másoknak. Gyűjtenek is kagylót, gyöngyöt, de a hatalmukat nem a birtoklásban érzik, hanem az adakozásban. Amint Róheim Géza elmésen és talpra esetten mondja, apró ajándékokkal ingerlik egymást. Tulajdonok voltak épp mozgó holmi. Amiük van, azt állandóan cserebelélik. Kis ajándékot adnak, s titokban nagyobbat remélnek helyette. Szeretetet. Bizonyára mi is az ősemberek ivadékai vagyunk. Szeretünk kapni, de adni talán még inkább. Csak nagyon kevesen vannak, akik vérmérsékletük szerint teljesen beérik a kapás örömével. A kapás valaminek az ígérete és kezdete. Van-e olyan kincs és gazdagság, mely ne volna a maga valóságában síralmas szegénység ahhoz képest, amit remélünk? Álmodozásomból a cukrász rezzent föl, aki az iránt érdeklődik, mit vásárolok. Megveszem az aranyvirgácsot, a vörös ördögöt és az ezüst cukorkát. De még mindig sokáig időzöm a cukrászdában, a többiek is, akik már a csomagjukat ott szorongatják a hónuk alatt. Élvezik a pillanatot. Ez az igazi ünnep. Amikor kimegyünk az utcára, szinte sajnáljuk azokat, akik csak kapni fognak. Karinti Frigyes, karácsonyi ingyenárjegyzék. Olyan egyszerű a dolog, olyan egyszerű, mint a csodák, mint a repülőgép, mint a rádió, mint a világ megváltása, mint az isteni sugallat. És reggel még azt hittem képtelenség, mert mit tehetek, karácsony van, és én szeretnék mindenkinek adni. És hát miből? Legfeljebb holnapra lenne, ha eladom azokat az ajándékokat, amiket én kapok. És ilyenkor úgy van az ember, mint akinek nincs ebédje, minden étel az eszébe jut. Nekem is, soha még annyi mindenkire nem gondoltam, akinek adni, ajándékozni szeretnék valamit. Adni, ajándékozni, örömet szerezni, milyen jó dolog. És ekkor történt a sugallat. Kiegyenesedtem, mint Archimédész a kádban, mikor éppen bele akartam folytani magamat, milyen egyszerű. Adni azért jó, mert örömet okozni jó, mert szeretni jó. De miért kell ehhez adni, ha anélkül is lehet örömet okozni ingyen? Hát nincs drót nélküli telefon, füst nélküli lőpor. Csak ajándékkal lehet meglepni valakit, és ott egy gyűjtőmben a kádban kitaláltam az ajándék és pénz nélküli örömteljes karácsonyi meglepetést. Sőt, egész tömegét a meglepetéseknek. Mindjárt meg is csináltam a kis képes árjegyzékemet. Annak az úrnak, aki szembe jön, és mindig habozik egy percig, meghányja veti, vajon anyagi, erkölcsi és társadalmi érdekének megfelel-e, ha előre köszön, messziről, mély bókkal köszönni. Egész nap jól fogja érezni magát, ugyanaz a szemérmes, de elragadott mosolyjal úgy, hogy csak nem orra esem a megtiszteltetéstől. Kétszer annyit ér. Telefonálni a feleségem barátnőinek, hogy milyen kellemetlenségem volt tegnap miatta. A feleségem egész éjszaka szidott, amért én állítólag folyton őt néztem vacsoránál, csak azért hívtam fel, hogy az Istenért tegyen úgy, mintha ő nem tetszene nekem. Ugyanakkor egy odavetett megjegyzés a feleségnek. Hogy ugyan miért fested magad, te is olyan ronda akarsz lenni, mint szegény Mariska barátnőd a festett hajával. A gyerekeknek estére megengedni, hogy csámcsogjon az asztalnál, megtanítani rá, hogy hogyan kell késsel lenni a levest, kanállal metélni a húst, és nadrággombot a fülbe dugni, úgy, hogy lehetetlen legyen kipiszkálni. Megállnítani az utcán Gyula bácsit, hogy bocsásson meg, amiért zavarom, de olyan érdekes volt, hogy amiről múltkor beszélt a betegségéről, és hogy mivel
kellene kezelni. És mit mond az orvos? Nem mondaná el részletesebben az egészet? Esetleg a többi baját is? De kérem, engem nem zseníroz, hogy jönnek, mennek, esetleg elüt az autó közben, csak minél részletesebben mondja el. Leülni Sipistával kártyázni, és őrülten csodálkozni, hogy milyen szerencséje van. Nem kerül semmibe az ember, adós marad. Nála 10 évvel idősebb hölgyeknek meghatottan, könnyekkel a szemedben sóhajtozni, hogy múlik az idő. Ő biztosan nem emlékszik már, mikor a térdeden lovagolt, és a szakálladat tépte 2 éves korában. Végre, hogy szűkebb mesterséget szerető aggódó kartársairól, az írókról se feledkezzen meg. Egészen gyenge cikket írni karácsonyi számban, hát persze, hogy nehezen megy. Ha-ha. Erőltesd meg magad, csak akarni kell. Kosztolányi Dezső, öröm. Mondd, mi az öröm, már napok óta? Éjjel, mikor megyek az utcán, egyszerre megállok. Gyönyörködöm a cukrászda üzleti karácsonyfájában, melyet fehér kötényes kisasszonyok túlórázva díszítenek. Telefonom tündéri hanggal csiringel. Bámulom a könyveket, melyek kívülről a kirakat hazug vattahaván oly szépek a friss kötésükkel. Az ízléstelen arany címkékkel egy gázláng is meghat a fagyos homályban. Évtizedek óta nem éreztem ezt. Valaha abban, az ősemberi derengésben, melyet a gyerekkornak szokás nevezni, így december közepén édesapám sötét hajnalban kelt, és éjfél után feküdt. Dolgozószobája műhelyé alakult. Titokzatos neszeket hallottunk onnan, a lomfűrés sikítását, kopácsolását, a gyalú harsogását, s a zárt ajtaja mögül az enyszaga türemkedett ki, mely gyermek lelkünkben, az eljövendő csodák reményében valami bűvös, illattá változott. Mindig maga készítette játékainkat. Szeretett ezer mesterkedni. Előbb ő játszott, aztán mi. Kaptam tőle egy ördögmalmot, mely a mozi föltalálása előtt a mozgóképeket sejtette meg velem. Máskor házi telefonnal lepett meg. A padlásról és pincéből hallottam komoly férfi hangját. Emlékszem a leideni palackra, melyel a maskákat és cselédeket megvillanyozta, a gyantalemezre, melyet rókafarkkal kellett megdörzsölnöm. És akkor a bodzabábok táncoltak rajta. Utoljára egy kis színházat ácsolt össze. Igazi sűjesztővel, 25 díszlettel és 500 figurával. Ehhez maga írt egy darabot, csengő rímes versenkben. Sokszor töprengtem annak idején, hogy miért nem vesz játékot a boltban, mint más úriember. Ez kicsit fájt is, nem értettem. Hisz nem volt fukar, a pénz semmire sem becsülte. Most megértettem, hogy miért cselekedett így. Ez a sok játék, melyet maga alkotott, a két keze munkájával és képzeletével, annyi idő után egyszerre mozogni és csöngetni, beszélni és hatni kezd rám, itt és ott, az utcán és kirakatokban föltámad, s más alakban, de rendkívül ilyen élőben és mindenütt jelenlévően. Ezt az oktalan, megmagyarázhatatlan örömet is ő küldte nekem onnan messziről. Jó helyet tette energiáját, micsoda bölcs volt, micsoda ezermester.